Voltak, ugye volt a Facebook, aztán most a Twitch, és végre valahára sikerült már mindent belakni, és megy már minden a maga útján. Úgyhogy hál' Istennek foglalkoztatok még azzal is, amivel én szeretek, az pedig a tech videós tartalmaknak a készítése. Hiszen én nagyon szeretek új tartalmakat, illetve új tech cuccokat nézegetni, gorcsó alá venni, kicsit úgy átcsekkolni. És hát úgy veszem észre, hogy ezt is szeretitek, hiszen a mai napig nézitek őket, a mai napig jönnek rá interakciók, ami egyébként tök jó, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Meg hát mellesleg, vagy nem mellesleg, én is tulajdonképpen 90-95%-ban az interneten tájékozódom azzal kapcsolatban, hogyha szeretnék valamilyen cuccot vagy terméket vásárolni, akkor miért érdemes, esetlegesen miért nem érdemes, mi a drágábbik, mi az olcsóbbik. Szóval úgy megpróbálom én is ezeket belőni, és ezért is jók ezek a tartalmak, hiszen egy elég jó rálátást tud adni azzal kapcsolatban, hogy stimmeljen a te ízléseddel és a te pénzvilágoddal együtt. Úgyhogy most a mai napon ezt a Asus ROG Zephyrus G15 nevezetű laptopot fogjuk megnézni, ami összességében egyébként elsőre küllemre engem abszolút megvett. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én szeretem ezeket a kis laptopokat. Mármint az olyan értelemben kis laptopokat, hogy nem ilyen nagy botár, hanem tényleg fogod a honlajadra csapod, és akkor viszed, buszon előveszed, bárhol elő tudod venni. És ez mellett ugye hát jelentős erősség és tartalom is van benne. Hát maga a laptop egyébként 2 kg, tehát nem egy nehéz laptop. Ilyenkor azért az embernek eszébe jut az, hogy ha gamer laptopot vásárolsz, akkor mennyire jó, hogyha kicsit vásárolsz, mert általában a gamer laptopok, tudjátok, ilyen brutál nagyok, ilyen nagyon-nagyon vastagok, hatalmas monitorral, meg mit tudom én, de hát általában azért a bordákat ki szokták belőle hagyni, ezt azért lássuk be, és hát sok olyan laptop van, ami azért túl melegszik egy idő után. Hát ebben egyébként egy első ránézésre most így rendben vannak a dolgok, hiszen két oldalt is vannak ilyen hűtőbordái, van fölül is hűtőbordája, illetve van egy oldalt is, valamint alul is még tudsz előzni. Úgyhogy ezzel a részével talán itt nem lesz probléma. Hát be fogjuk kapcsolni, meg fogjuk nézni, rakunk rá különböző játékokat, letesztelgetjük, és hát menet közben akkor kiderül, hogy mennyire jó ez a G15-ös Zephyrus Asus laptop. Úgyhogy ha érdekel a videó, akkor tartsatok velem, illetve hogy érdekel a laptop, nem sokára jövünk, illetve most jövünk. Nos, hát kezdésnek nézzük is meg, mit is tartalmaz az Asus ROG Zephyrus G15 belülről. A kijelző IPS LED 15,6-szoros 165 Hz-es 3 millisekundumos válaszidővel, FreeSync 2560x1600-as felbontással, ami már azért nem rossz, legyünk őszinték ezzel, nem hiszem, hogy gond lesz, megfelelő mérete van, megfelelő felbontásban tudjuk a programokat futtatni, de mondjuk, ahogy magamat ismerem, meg szerintem más is így van ezzel, rákötsz egy tetszőleges monitort és lehet is csapatni. A processzor egy AMD Ryzen 7 6800HS, nem kell magyarázni, nem egy kis teljesítményről beszélünk, 16 GB-os DDR5-ös 4800 MHz-es memóriával, jelen esetben a laptopunk 48 GB-ig bővíthető, ugye? Tehát nem csak a játékok, de mondjuk a tartalomgyártás vagy a grafikai munkára is teljesen alkalmas lehet. A háttértárunk 1 TB-os SSD, ezzel a gyors Windows betöltése garantált, sőt a programoknak vagy a játékoknak az átfutási ideje is ugye bőven-bőven csökkenthető. Fontos égköve a videókártya, ez egy Nvidia GeForce RTX 3060-as 6 GB-os DDR6-os memóriával, játékokra ez tökéletes, egy darabig nem hiszem, hogy gondod lesz vele. Dolby Atmosos hangzás van, microSD kártyaolvasó és természetesen 3 év háztól házig garancia, ami azért legyünk őszinték nem egy hátrány a kényelem szempontjából sem. Amit egyébként nagyon-nagyon szeretek, az az armoria az Asusnak. Ugye itt különböző információkat láthatsz a laptopodról, tehát láthatsz a CPU statisztikákat, GPU statisztikákat, memória és adattároló statisztikákat, itt még jobbra tudsz menni, el tudod őket rendezgetni, szóval rengeteg-rengeteg lehetőség van, hogy fan speed, tehát a processzorhűtőnek a sebessége például, tehát mindent látsz, mindent tudsz egyébként állítani rajta. Itt van egy opció még, ahol tudsz külön makrózni, tehát itt fel tudod venni a billentyű kombinációkat, ha éppen valamelyik játékhoz vagy bármilyen egyéb munkához szükséges.
és itt pedig a jó öreg Aura, ahol pedig be tud állítani a magát a laptopnak a színét, a ritmusát, hogyha világítani szeretnéd, tehát gyakorlatilag mindent testre tud szabni magán a laptopon. Maga a laptop igazából teljes mértékben letisztult. Én egyébként pontosan ezt szeretem. Tehát én nem szeretem ezt az agyon csicsázott laptopot, hanem tényleg arra legyen jó, amire szeretném használni, jelen esetben mondjuk a játékokra, vagy éppen tartalomgyártásra. Tehát nincsenek fölösleges gombok, nincsenek fölösleges helyek, mindent egyébként egy kézzel, vagy illetve két kézzel nagyon-nagyon könnyedén elérsz. Fölül vannak ugye gyors gombjaid, itt a hangot tudod fölleállítani, mikrofont ki tudod kapcsolni. Vannak előre betáplált billentyűzet színünk is, amiket például különböző gomblenyomásokkal látjátok, nem tudom mennyire látszik, hát azért látszik, tudunk állítani. Ezek ugye a standardek, ezeket nyilvánvalóan itt a Armoriba tudjátok beállítgatni. Hát oldalt van nekünk egy USB-nk, illetve van nekünk egy microSD olvasónk, ami szintén nagy-nagy segítség lehet. A másik oldalon láthatjátok a csatlakozókat, ugye jobbról indulunk, van neki egy fejhallgatója, van neki két darab USB-C-je, van neki egy USB-je, illetve van ugye egy hálózat, egy internetkábel, valamint egy HDMI kábel, majd a tápkábel és a hűtőborda helyezkedik el. Na hát akkor összefoglalás gyanán még azért pár dolgot szeretnék róla elmondani. Nagyjából egy 3 órát nyomkodtam a laptopot, és ami nagyon-nagyon jó hír, az a melegsége. Nem igazán éreztem rajta a túlságosan forróságot, vagy a melegséget, ami ugye árad ki belőle. Nyilván jön valamennyi ki, mert persze, hogy jön, ugye itt van fönt a két hűtőbordánk, de abszolút nem zavaró, főleg úgy, hogyha hozzáteszel mondjuk még egy külső billentyűzetet, illetve egy egeret. Én biztos, hogy így használnám egyébként, de mondjuk ha úton vagy, kinyitod a buszon, vagy bármi, akkor nyilván erre nincs lehetőség, de oda viszont bőven jó ez a felállás, ahogy most így van. Úgyhogy ezzel sincsen különösebb probléma. Hát két játékot próbáltam, az egyiket ugye láttátok, az a Cyberpunk volt. Maximális grafikkel, minden csutkára feltolva, ugye a Cyberpunk alapvetően nem egy FPS barát játék, kb. A 60 FPS körül tudta vinni maximum grafikán, ami egyébként nagyon-nagyon jó, illetve megnéztem még a Call of Duty-nak a Warzone-ját, ott is maximális felbontással, maximális grafikára beállítva kb. 100-110 FPS az, amit tudott hozni. Ez maximális grafikán van, én ugye nem játszom alapvetően maximális grafikán, tehát egy általánosságban azt gondolom, hogy egy mondjuk egy 144-re, hogyha belövöd a mondjuk a monitor, az külső monitorra játszol, akkor az teljesen megfelelő és nagyon nagy segítséget tud hozzá nyújtani. A hangja volt, ami még kérdéses volt számomra, hogy mi van akkor, hogyha tényleg megterhelés alatt használjuk a laptopot, nem volt különösebb hangja, nyilván volt egy ilyen fújása, tehát érezhető volt, hogy azért dolgozik benne a hűtő, de nem volt zavaró, nem volt hangos, nem volt recsegős, hanem egy szép egyenletes, ilyen lájtos sűrítő hanggal konstatálta azt, hogy azért kellett a kraft. Hát a videókártyáról is azért essen pár szó, 30-66 GB teszi a dolgát, úgyhogy én abszolút meg vagyok vele elégedve, ergonomiai szempontból is számomra rendben van. Én ugye nem szeretem az ilyen nagyon-nagyon csicsás laptopokat, tehát nem szeretem azt, amikor mindenféle kiálló dolgok, vagy csili-vili itt-ott világít. Szépen, dizájnosan meg van oldva, szolidan, megvan ugye a világítása, hogy lássad a billentyűzeteket, ezeket ugye testre is tudod szabni, de ezt már megnéztük. Van egy nagy touchpadja, ami azért is jó, mert ugye nagyon-nagyon könnyedén oda tudsz hozzányúlni, nem zavaró. Nekem is voltak olyan problémáim több laptoppal is, hogy amikor írtam, akkor mindig tudod, hogy belekeveredtem egy kicsit a touchpadba. Itt nem volt, hál' Istennek ez a problémám, illetve a külső gombok, ami még számomra hasznos dolgok, ezt azért emelem ki. Ugye a hangerőszabályzó az, amikor mit tudom én egy másik monitoron nézel, és mondjuk nincs idő oda menni, vagy lealtabozni akár egy streamnél, ott gombnyomással tudnak ezek működni, egy gombnyomással ugye le is tudod nyomni a mikrofonját, egy gombnyomásra feljön neked az Armory, tehát külön gombja is van. Úgyhogy összességében én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve ezzel a laptoppal. Ha egy számot kellene mondanom, mert mondjuk szokás egy számot mondani, legalábbis én szoktam, az körülbelül egy erős 8 és feles, de ez tényleg egy nagyon-nagyon erős 8 és feles. Laptopra szerintem még nem is adtam ennyit, ha jól emlékszem, bár ebben nem vagyok teljesen biztos. Ha egyébként láthatok már ilyet, akkor írjátok le a kommentbe. Úgyhogy egy szónak is 100 a vége.
Én azt gondolom, hogy ismételten tudtunk egy olyan laptopot találni, ami tényleg érdemes bemutatni, érdemes használni is, érdemes utána is nézni, és hát Asus. És semmi többet nem tudok elmondani. Kérem, kapcsolja ki a kamerát. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót is, remélem, hogy tetszett. Természetesen jönnek a további tech videós tartalmak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha bármilyen kérdésed van a laptoppal kapcsolatban, akkor egyrésztről megteheted a Foramax-nak a weboldalán keresztül is, be fogom oda alulra linkelni, ott van chat, tudsz kérdezni róla, tudod bővíteni is, illetve hogyha bármiféle véleményed van magáról a laptopról, használtad-e már, fogtál-e már ilyet, stb. Nyugodtan írd le a kommentbe, mert másoknak is tudsz ezzel segíteni. És ha tetszett a videó, akkor ne felejts el dobni egy lájkot, jövök a legközelebbi tech videóval. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nem sokára találkozunk ismételten. Ha pedig kíváncsi vagy rám, akkor az élőadások minden nap délután 5 órától kezdődnek Twitch-en, annak is ott van a linkje. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy megnézted ezt a videómat is. Vigyázz magadra, jó legyél, én Jussu voltam. Szia!